Köszöntöm a nézőket! Itt vagyunk most Pécsváradon, ez a Pálya Extra magazin, és a vendéglátónk a Pécsváradi Fordán Mozgáskuckó vezetője, Hekkerné Jagados Diana. Köszönöm szépen, hogy eljöhettünk hozzád. És a beszélgetésünk apropója pedig egyrészt az, hogy most online órákat tartasz, tehát hogy hogyan tudod megoldani ezt a helyzetet, illetve az, hogy most az évnői példaképe szavazáson közönségdíjas lettél. Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, az online órák egyre nehezebbek szerintem. Nagyon nehéz a motivációt a táncos gyerekekben szinten tartani. Nincsenek most versenyek, így kevésbé lehet őket lelkesíteni. Amennyire lehet, azért próbáljuk színesíteni a mindennapjaikat. Tavasszal még talán könnyebb volt, most úgy érzem, hogy kezd fogyni a türelem és a lelkesedés, de bizakodunk benne, hogy minél előbb ismét együtt lehetünk és majd táncolunk. Az évnői példaképe, hát nagyon sokat tanakodtam, hogy elinduljak-e rajta. Aztán két álmatlan éjszaka után úgy döntöttem, hogy megpróbálom. Talán azért is sikerült, hogy a pici gyerekektől kezdve a felnőtt korosztályi mindenkit próbálok megmozgatni. Most már a gyerekek is egyre többen fönt vannak Facebookon, és szerintem látták, hogy a tanítónéni fönt van, így biztos, hogy egy like nagyon sokat dobott. Illetve a nyugdíjas nénik is most már mindenki fönt van a világhálón, úgyhogy szerintem ezért is sikerült ekkora szavazatot összegyűjtenem. Mi az, amiben például Hanna tud neked segíteni? Hát ő nagyon-nagyon motivál, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogy nagyon sokszor koreografál velem például egy táncot, és nagyon sokszor jó ötleteket is hoz. Tehát például az, hogy ő a 4,5 évével mi az, amit ügyesen szépen meg fog tudni csinálni, nekem ebben nagyon nagy segítség. Hogyan kezdődött? Egy picit mesélj erről a teremről. Ugye most, ahogy mondtam az elején, itt vagyunk Pécsváradon. Miért jöttetek ide ki? Mi hitta életre ezt a mozgáskuckót? Hát én 7 évesen kezdtem Pécsen táncolni, Pap Viktornál, a Pécsi Fordan Táncklubnál. Már akkor nagyon-nagyon-nagyon szerettem mozogni és táncolni. És körülbelül 21 évesen végeztem el a TF-en az edzőit. Akkor is Viktor motivált, és próbálkoztunk, hogy akkor én is Pécsen asszisztáljak. Aztán úgy döntöttem, hogy mivel pécsváradi vagyok, meg kellene itt is próbálni. Először 3 fővel, aztán következő évben 6 fővel, és jelenleg most már körülbelül 62 fővel működünk. A művelődési központban táncoltunk először. És pont amiatt, hogy egy tánchoz úgy gondolom, hogy szükséges a tükrös táncterem, ezért szülői összefogással, helyi támogatókkal és az önkormányzat nagyon nagy segítségével sikerült ezt a termet megkapnunk, és szépen kialakítanunk. Akrobatikus rock'n'roll-al foglalkoztok, vagy van fashion dance, és milyen táncokat oktatsz? Én csak akrobatikus rock'n'rollt, testvérem Dominika, ő, aki fashion dance-t is oktatott nagyon sokáig, csak ő most már tanítónéni, úgyhogy az idejében nem nagyon fér bele, hogy fashion dance-el is foglalkozzon. És én mellette most végeztem el egy továbbképzést is, így most alakformáló aerobikot tartok még itt a teremben, illetve a szenior tornát, kismamákat és a babamama tornát. Mondtad, hogy egészen kicsi kortól tartod már az órákat. Mennyire lehet így az akrobatikus rock'n'roll alapjait megtanítani akár ilyen 3-4 éves gyerekeknek? Igazából csak az alapokat próbálom, tehát tényleg tudja azt, hogy mi az, hogy szépen beállni, nem vagyunk puposak, mi az, hogy zárt állást, tudjunk egy szép terpesztugrást csinálni, tehát próbálom azt, hogy az alapokat megtanulják ilyen kiskorban, és hogyha megszeretik a mozgásformát, akkor a későbbiekben már a torna alapelvekkel haladunk tovább. Mennyire kell tornász múltnak lenni, mondjuk, hogyha valaki később szeretné elkezdeni az akrobatikus rock'n'rollt, mondjuk ilyen 10-12 éves korban? Szerintem nagyon-nagyon jó, hogyha van. Én annak idején akrobatikáztam, és a Viktoréknál nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre. Szerintem jó, hogyha egy gyerkőc már kiskorban megtanulja, mi az, hogy szép bukfenc, és akkor erre már lehet a későbbiekben egyre könnyebben építkezni. Mikor kezdődnek a versenyek? Hány éves korban, illetve mennyire tartott fontosnak a versenyeket? Alapvetően nem tartanám fontosnak, viszont azt látom, hogy a mai generációnak kell az, hogy versenyezzenek. Nem tudom, hogy mennyire jó vagy rossz ez, viszont motivációnak mindenképp azt gondolom, hogy kell. A Viktorék házi versenyeket szoktak rendezni Pécsen, ott most már Hanna is több versenyen részt vett. Viszont az országos versenyeken ott hát egy csapatom indult, ők ilyen 12 évesek lettek körülbelül, mikor először versenyeztek.
Ami serlegeket, érmeket látunk, ez hány év termése? És melyikre vagy, mondjuk milyen eredményre vagy a legbüszkébb? A saját gyerkőceimnél ott talán a pécsi versenyek közül az első helyezések, amire büszke vagyok leginkább. Viszont talán kiemelhetem a Hannának az egyik serlegét, mint saját termés, és ott az első versenyükön harmadikak lettek mindjárt, úgyhogy arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy ő már 4 évesen egy érmet hazahozott serleget. Az, hogy most nincsenek versenyek, ez hogyan érinti a gyerekeket? Szerintem nagyon rosszul, tehát én azt látom, hogy a társas kapcsolatok is egyre inkább lazulnak, és én azt gondolom, hogy ez a táncnál is majd sajnos kivetíthető lesz, hogy majdnem nagyon fognak tudni egymással mit kezdeni. Vagy ha talán a pozitív oldalát nézzük és visszatérhetünk a régi oldalba, akkor annál inkább fognak egymásnak örülni. Hogyan tudod most megoldani akkor az órákat? Ugye az elején beszéltünk arról, hogy online órákat tartasz, hogyan osztod be, hány naponta van, illetve milyen motivációval tudod fönntartani az érdeklődését a gyerekeknek? Nagyon nehéz fönntartani, nem is tettem kötelezővé, hogy mindenki visszaküldje az órát pont amiatt, mert én úgy gondolom, hogy pedagógusként, ha állandóan javítom a gyerkőcöt, akkor el fogom venni a kedvét, nyilván egy rossz mozdulatot pedig én nem szeretnék dicsérni, úgyhogy aki szívesen visszaküldi az órákat, azokat természetesen díjazom, megköszönöm neki, viszont aki most nem szeretne egy online dolgozni, azt is természetesen elfogadom. Hát heti rendszerességgel próbálkoztunk az elején, az akkor még működött is, most azt gondolom, hogy már csak a havi szintű visszajelzés, ami működik. A felnőtteknél hogyan oldod ezt meg? A felnőttek viszont nagyon lelkesek. Érdekes módon én nem kezdtem volna el az online órát, tehát nagyon úgy érzem, hogy a mai világban bárki szeretne edzeni, rákattint a YouTube-ra, és ott vannak már az ingyen videók. Viszont a lányok azok nagyon-nagyon motiváltak, és ők mondták, hogy de viszont ők az én óráimat szeretik, és nekem ez nagyon nagy lendületet adott, úgyhogy most belevágtam, hogy hetente 3-szor online órákat biztosítok a csajoknak, és én úgy látom, hogy sikere van, és szeretik. Ebben Hanna például hogy vesz részt ezekben az órákban? Aktívan, általában a nyújtás az ő szerepe, azt szereti a legjobban, viszont nagyon sokszor, hogyha kis eszközöket használunk, akkor ő is szokott tornázni. Ugye van még egy kislányod, ha jól tudom, egy kisebb. Amikor megszülettek a lányok, te gondoltál arra, hogy mindenképpen azt szeretnéd, hogyha táncolnának, vagy rájuk bízod? Rájuk bízom. Én pont emiatt a Hannát először Pécsen kezdtem hordani tornaórákra. Pont amiatt, hogy nem szerettem volna azt, hogy én tanítsam, mert szerintem nem egészséges, viszont csak itt maradt mellettem, és úgy látom, hogy élvezi, tehát próbáljuk nem erőltetni. Ugye nagyon sok mozgásforma bejött most már egyre több így az utóbbi pár évben. Mennyire maradtak meg a sportolók vagy a táncosok az akrobatikus rakentrollnál? Van-e még népszerűsége? Én úgy gondolom, hogy igen, főleg itt Pécsváradon. A lány sport szakosztály az én úgy gondolom, hogy nem elég nagy még itt helyi szinten. Itt még csak a kézilabda, ami esetleg elviszi a csajokat más mozgás irányba. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt Pécsváradon még nagyon nagy lehetőségek vannak a roki terén. Vannak-e fiúk? Mert ugye párban is a akrobatikus rock'n'roll az általában párban van, de hát ugye vannak triók, illetve csapatok is. Igen, hát a 62 gyerekből 4 fiúk van, jelenleg nem túl sokan, viszont az elmúlt években azért voltak, tehát megfordultak azért fiúk nálunk. Mitől tehetséges valaki táncban szerinted? Milyen adottságoknak kell, illetve hát gondolom szorgalom is kell hozzá? Hát kell a szorgalom, viszont én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dinamika és energia kell ehhez a tánchoz. Nyilván egy jó testalkat sem utolsó szempont, bár úgy gondolom, hogy erősebb kislányunk is van, és maximálisan jól teljesít. Én úgy gondolom, hogy kell az elhivatottság, és onnantól kezdve a gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Változott-e a Rocky azóta, amióta te elkezdted? Nagyon sokat változott. Annak idején, mikor mi versenyeztünk, mi többszörös magyar bajnokok voltunk az annyi lányokkal. Ahhoz képest most már ugye ezt állt ez a sportág, hogy nagyon-nagyon nehéz felvenni ezt a kesztyűt, úgy gondolom. Próbálkozunk, de nem egyszerű. Egy edzőnek akkor hogyan lehet, tehát mondom, továbbképzések, vagy vannak-e most akár online továbbképzések, vagy videókat nézel, hogyan tudod meg, hogy egyáltalán merre megy az akrobatikus rakendról most a világban? Hát próbálkozom videókat nézni, továbbképzések most egyelőre nincsenek, egymástól próbálunk tanulni, tehát így pécsi edzők azért sokat beszélünk. Hát és próbálok sok zenét hallgatni, hogy mi az, ami most esetleg a fiataloknak favorit zene lehet.
és arra akkor a koreográfiát kitalálni. Mitől jó egy koreográfia szerinted? Tehát mikre kell nagyon odafigyelni az edzőnek? Alakzatok, térformák szerintem ez nagyon-nagyon sokat tud dobni egy koreográfián. Én szerintem nagyon fontos a ruhaválasztás is, mert az már mindjárt egy színpadon szerintem másképp mutat, hogyha a zenéhez egy olyan csillogó, vagy akár egy, tehát pont ugyanúgyan nézzen ki a ruha, ami passzol a koreográfiához. És nem mindegy, azért a gyerekeknek a személyiségese szerintem. Most azt mondtad, hogy a testvéred most tanítónő, tehát nem tud neked segíteni, van-e esetleg akkor itt segítőd? Hát akrobatikus roki terén segít, tehát most a fashion dance, ami egy kicsit háttérbe szorult, viszont rokiban itt van mellettem, illetve vannak nagyon fiatal lelkes táncosok, akik tényleg két mosolyért itt vannak és sokszor segítenek, hogyha ha kell is itt. Asszisztálnak nekünk. Mik a tervek? Mik a terveid a mozgáskuckóval, illetve magával ezzel a helyen? Hát nekem a mindenem a mozgás maradt. Kislánykoromban mindig úgy voltam vele, hogy a szociális területen szeretnék majd tovább menni, viszont egyre inkább úgy érzem, hogy ez lesz az én vonalam. Szeretném itt a mozgásformákat minél jobban bővíteni. Körülbelül két hónapja végeztem el egy iskolát, és azt szeretném még itt hasznosítani, és kicsit belecsempészni itt a helyiek életébe. Van-e akkor itt elég hely, de mondtad, hogy 62 sportolód van, vagy táncosod van, hogyha visszáll a rend, tehát nem az online világra gondolok, akkor be tudod-e majd osztani, és hogyha bővül a paletta, akkor esetleg kell-e új tánctermet nézni valahol? Hát nyilván az álmom az lenne, hogyha lenne egy jó nagy épület és mindenféle termet kialakítani. Hát sajnos egyelőre nem tűnik úgy, hogy ez sikerül. Viszont ha mégis, akkor igen, így gondolom, hogy lenne rá lehetőség. Táncosok, én úgy gondolom, hogy azért mindig lesznek, és a gyerekeknek kell a mozgás. Én úgy látom, hogy a szülők erre azért fordítanak mind energiát, és hát nyilván sajnos anyagi vonzata is van ennek a dolognak. Az idősek is úgy gondolom, hogy jönnek, vagy jönnének heti rendszerességgel, és őket is azért hetente egyszer vagy kétszer át szoktam mozgatni, illetve az alakformálás meg egyre inkább szerintem fontos a testtudat az emberek életében, úgyhogy igen, úgy gondolom, hogy ezt bővíteni kellene. Azt mondtad, hogy összefogásból valósult meg most itt a teremnek a felújítása. Mi az, amit el kellett végezni, illetve hogy körülbelül mennyi idő volt ez? Hát mi, amikor ide kerültünk ebbe az épületbe, ezt tudni kell, hogy ez egy nagyon régi épület. Előttünk egy zeneiskola volt, annak a hangversenyterme volt itt, dobogó volt itt a terem közepén, úgyhogy nem kis munka volt azt elbontani. És mikor szembesültünk azzal, hogy régi épület, itt új parkettát kell létrehozni, na akkor kellettek a szülők és a város összefogása. Körülbelül egy hónap alatt, másfél hónap alatt ez létrejött, és a következő nagyobb projektünk pedig egy öltöző kialakítása lenne, pont amiatt, hogy fiúk is vannak, és ne kelljen egymáson keresztül mászkálniuk, és most ez lesz a következő, aminek neki szeretnénk állni. Amikor volt a felújítás, akkor hol tudtátok tartani az órákat? Vagy akkor addig nem voltak órák? Nem voltak órák, és ez borzalmas volt, hasonló volt, mint a karanténhelyzet, viszont tényleg amiatt, hogy láttuk, hogy itt működünk és haladunk, ezért akkor nem voltunk elkeseredve. Hogyha jön a jó idő, elképzelhetően, hogy kint is tartotok majd órákat, mik a tervek, van-e olyan hely, vagy esetleg fel kell újítani itt az udvart? Hála az égnek, itt a hátsó részen van egy kis udvar, úgyhogy mindenképpen, amint bejön az a jó idő, biztos, hogy ki fogunk menni és edzeni fogunk. Tehát akkor ezt a helyet most nem lehet bővíteni már? Sajnos itt nem. Igen. Egy picit beszéljünk Hannáról. Ugye azt már látom, hogy nagyon unatkozik a beszélgetésünk alatt. Hogyan kezdte? Tehát mondtad, hogy csoportban is, csapatban is edz, illetve párosban is edz. Melyiket szereti jobban? Egy picit beszélsz te is? Melyiket szereted jobban? Hát a páros. A párost? És miért szereted jobban? Azért, mert azt mostanában már gyakorolom is. És miket szoktál te csinálni, amikor anya tartja az órát? Mi a te feladatod? Hát néha játszok, de néha úgy csinálom. És a húgival szoktál tornászni, vagy ő vele nem nagyon szoktál tornászni? Szoktál tornászni? Két gyerek mellett egyébként hogy lehet ezt így bírni? A Millánál elkezdtem kiépíteni egy saját kismamás tornát, pontosabban még pocakosan elkezdtem megmozgatni a helyi kismamákat. És vevők voltak arra utána, hogy velük együtt akkor
hordozóba kisbabákkal együtt tornáztunk, és ezek a gyerkőcök meg is maradtak így nekünk tornaszintjén is, úgyhogy együtt mozgunk a kismamákkal, illetve az anyukákkal kisbabakortól kezdve. Egyébként mit tudsz így az edzőknek, vagy akár a szülőknek tanácsolni most ebben az időszakban, hogy hogyan tudják ezt így épésszel átvészelni, ezt az időszakot? Nem egyszerű. Tehát én saját magamon tapasztalom, hogy nem egyszerű. Én úgy gondolom, hogy azért az a gyerkőcöknek is, főleg az óvodás korosztálynak egy nem egyszerű időszak, főleg úgy gondolom, hogy nekik már azért a kortársakkal kellene, hogy játszanak a mindennapokban. Úgyhogy mi is próbálunk egy kicsit ovizni. Nagyon nem vagyok híve a tévé elé leültetni a gyerkőcöt, úgyhogy minden nap a programokat találunk ki. Most éppen a vízvilágnapjával foglalkoztunk, a költészet világnapján a Hanna egy verset talált ki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy délután mindenképpen ovis foglalkozásokat próbálok neki kitalálni, hogy ne unatkozzanak. És délután meg, amikor az idő lehetővé teszi menni, és kint lenni, és levegőzni, és talán a kicsit az ember akkor kikapcsol, és nehezebb helyzeteket könnyebb átkészülni. Azt is mondtad, hogy most elvégeztél még egy tanfolyamot, vannak-e még esetleg terveid? Tehát bármit mondjuk szeretnél-e még bővíteni? Hát nekem mindig lenne tervem, és az a, hát nem feltétlenül gondolnám, hogy baj, de mindig oda jutok ki, hogy én a mozgás területén vagyok otthon. Úgyhogy mindig valami új mozgásformát találnék ki. Én annak idején a vízitornát is elvégeztem, itt helyi szinten azt is alkalmaztam. Az SMR hengerezéssel is foglalkozom, tehát mindig valahol ott jutok ki, hogy hát mozgással kellene még egy kicsit tovább. Hogyha valaki mondjuk beszeretne kapcsolódni bármelyik órádba, megteheti-e, vannak, tehát vagy ez zárt csoport, egyáltalán ezt hogyan képzeljük most el? Hát annak idején, amikor ezt az egészet kitaláltam, akkor 20 fővel indult az is, akkor is úgy voltam vele, hogy aki szeretne, akkor gyertek, próbáljuk meg, aztán majd lesz valami. Most ott tartunk, hogy ilyen 500 fős kis csoportunk működik, bármikor csatlakozhatnak ebbe a csoportba. Ott heti egy alkalom, ami tényleg ingyen mozgást biztosít mindenkinek. Februárban volt egy kihívás, szintén ingyenes volt, és nagyon nagy sikere volt, én úgy láttam. Több mint 40 fő indult ezen a kihíváson, a győzteste egy fotózással, csajós átalakítással ajándékoztunk meg. És a következő kihívásomat is majd április-májusra tervezem, és hát remélem, hogy ott is minél többen csatlakoznak. Mi volt ez a kihívás, el lehet árulni? Igen. A Hannával és a Millával otthon készítettünk videót, és minden nap mozgásra biztattuk az asszonyokat. Körülbelül egy 20 perc mozgásról volt szó, és elég nagy átalakulások jöttek létre. Én nagyon-nagyon büszke voltam a csajokra, illetve magamra is, mert nekem ez az első ilyen jellegű kihívásom volt, és én magam is izgultam, hogy vajon sikerül-e, de hála az égnek mindenki meg volt elégedve. Egyébként szerinted elég heti egy alkalom mozgás, hogyha mondjuk valaki egyáltalán nem mozog? Én úgy gondolom, hogy első körben a heti egy mozgás arra elég, hogy lássa azt, hogy el tud indulni. Viszont ahhoz, hogy ennek látszata is legyen, úgy gondolom a heti 3-4 alkalom lenne a megfelelő. Nyilván az ő szintjének megfelelően. Most itt az online órákkal én úgy gondolom, hogy ezt nem nagyon tudom figyelni, hogy kinek mire van szüksége. Próbálok egy általános mozgás formát létrehozni, amit mindenki tud otthon eszköz nélkül végrehajtani. Tehát akkor azt javaslod, hogy amit mondjuk végigcsinál egyszer veled, azt utána otthon ő saját maga is gyakorolhatja. Mire figyeljenek oda, vagy azt elmondott-e a videóban? A videóban próbálom elmondani, hogy mire kell figyelni, akár a légzésre vagy a testtartásra próbálom felhívni a figyelmet. A kihívás során ott viszont február 1-től február 28-ig vasárnapok kivételével minden nap megkapták az edzést, tehát én úgy gondolom, hogy ezek mai napig elérhetőek, ezek a videók a YouTube csatornámon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki szeretne mozogni, azért megtalálja a videók között, ami neki tetszik. Én köszönöm szépen, hogy eljöhettünk ide hozzád, és majd megnézzünk egy órádat is, bízom benne, hogy sokan csatlakoznak hozzád. Köszönöm szépen neked is, Anna, hogy itt voltál. Köszönjük szépen! Ez volt erre a hétre a Pálya Extra, viszontlátásra!